Január 5-én pénteken indul el a világ egyik legrangosabb, legjelentősebb autóversenye, vagyis jön a 46. Dakar Rally, a legendás sivatagi szágúdás 2024-es kiadása. A Dakar már 5. alkalommal tér vissza Szaúd-Arábiába, az eredeti afrikai évtizedek, majd egy dél-amerikai időszak után 2020-ban vette birtokba az arab országot a tereprallis világ, és a szervezők 2024-re komolyabb újításokkal is készültek. Az útvonal 60%-a teljesen új lesz, ahogy keresztül Kasú szágúdozik majd a sivatagban a több mint 400 résztvevő egység, de a verseny szíve ezúttal is az Empty Quarter, vagyis a világ legnagyobb összefüggő homoksivataga lesz majd, amely másfélszer akkora, mint Spanyolország. A mezőnynek összesen 7891 km-t kell majd megtennie, ebből 4727 lesz a mért versenytáv. A többi bő 3000 viszont összekötő szakasz, vagyis etap útvonal. Ott nem mérik az időt, de azt is az autókban vagy a motorokon kell teljesíteniük a résztvevőknek. 14 nap alatt összesen 12 szakasz vár majd a mezőnyre. A pénteki prológ után szombaton lesz az első igazi szakasz, majd szokás szerint az első hét végén lesz egy pihenő nap. Azt viszont egy brutális időszak előzi meg, ugyanis jön a 48 órás Chrono Super Stage. Január 11-12-én csütörtökön és pénteken hivatalosan egy szakaszt kell csak teljesíteni, de azt két nap alatt. 11-én reggel elindulnak a résztvevők, majd délután 4 órakor be kell vonulni a legközelebbi táborba az esti pihenőre. Nem mindenkinek ugyanoda, hanem oda, ameddig eljutnak, délután 4 órával bezárólag. A táborban nem lesz ott a csapat, nem segíthet a szervizelésben, hiszen a versenyzők tulajdonképpen szakaszon vannak, ahol csak ők maguk szerelhetnek. Azt viszont megengedték a szervezők, hogy a résztvevők egymásnak segítsenek az esetleges javításokkal. Majd ezt követően reggel 7 órakor folytathatja mindenki a maga útját a szuperszakasz céljáig. Ezt követően jön a pihenőnap, ami ezután alig, hanem tényleg rá is fér majd a mezőnyre. Az indulók terén ezúttal is lesznek autók, motorok és kamionok. Ez utóbbi kategória szorul talán a legkevesebb magyarázatra, de a motorosoknál sem bonyolult a helyzet, annyit kell észben tartani, hogy itt ezúttal is megkülönböztetik majd a kvadokat. Az autósok rendszeresen változik az utóbbi évekhez képest, lesznek az úgymond hagyományos terepjárók, illetve a side-by-side járművek. A terepjáróknál szokás szerint lesznek majd prototípusok, vagyis a T1-es autók, ezeket most az úgynevezett Ultimate kategóriában nézhetjük, és lesznek az utcai alapokra épült, kisebb módosításokkal pályára küldött verziók, vagyis az eddigi T2-esek, amelyeket most stock kategóriaként találhatunk meg. A side-by-side-osoknál a T3-asokat, vagyis a prototípusokat a Challenger kategória tömöríti, a T4-eseket, vagyis az utcai gyártásból érkezőket pedig az SSV kategóriában találjuk. Lesz még két különleges kategória, egyrészt a klasszik értékelésben korábbi, akár 20-30 éves Dakar gépek versenyeznek majd egymással, illetve lesz az M1000 névre keresztelt kategória, ahol alternatív energiával hajtott technikák teljesítenek összesen 1000 km-t. Összességében az Ultimate-ben, vagyis a terepjárók között 72, az utcaiból átépített terepjárók között viszont mindössze 3 páros áll majd rajthoz, side-by-side-ból összesen 78-at láthatunk, ebből 42 a Challengerben és 36 az SSV-ben, lesz még 46 kamion, 10 quad, 137 motor, 66 klasszikus autó, 14 klasszikus kamion és 10 induló az M1000 értékelésében. Ami a mezőnyt illeti, a legnagyobb várakozás természetesen szokás szerint az autósokat övezi, ahol rendkívül éles, sok szereplős csatára van kilátás. A címvédő a Toyota Gazoo Racing, hiszen az előző két Dakart és egyben az előző két tereprali világbajnokságot is megnyerte a csapat, azonban 2024-re elvesztette sztárpilótáját Nasser Al-Attiyah. A Toyota azért így sem feltartott kezekkel megy majd a csatába, hiszen a nyári csapatában ott lesz a korábbi Dakar győztes rutinróka Junior de Villiers, a korábbi T3-as sztár Seth Quintero most debütált T1-es autóval, a tavaly újoncként rögtön dobogóra álló Lucas Moraestől is jó eredményeket várnak, míg a gyári csapaton kívül amolyan félgyári istállóként rengeteg autót indító Overdrive Racingnél többek között Yazid Al-Rajhi is képes lehet akár a győzelemre. Magán az autón is változtattak, a legjelentősebb módosítás az, hogy 10 cm-rel szélesebbé vált a Hilux 2024-es verziója, de kicsit finomítottak a futóművön, illetve a hűtésen is, hogy még hatékonyabbá váljon a sokszor bizonyított technika. A Toyota autója biztosan képes lesz a győzelemre, a kérdés inkább a pilóták frontján van, ezt eredményezte Al-Attiyah távozása. A regnáló Dakar király ugyanis eligazolt a ProDrive-hoz,
és ebben az évben csatlakozott az előző két verseny második helyezettjéhez, Sebastian Loebhöz. Ők indulnak majd csatába a győzelemért a privát istálló hátterjével. A Latvia már több tesztel és tesztfutamon is kipróbálhatta az autót, ezek során elégedett volt vele, de az igazi teszt természetesen majd a két hetes futam lesz. A tempóval valószínűleg nem lesz probléma, mert tavaly a 14 szakaszból 9-et is ProDrive Hunter nyert, és az előző két Dakaron csak maga a Latvia tudta megállítani Loebhöt. ProDrive Hunterből egyébként összesen 7 indul majd, 2-t egy brazil, 3-at pedig egy kínai csapat vásárolt meg, de beszédes, hogy ez az 5 autó összesen 14 szerelőt kap a csapattól, a Nasser Racing és a Bahrain Red Extreme által üzemeltetett két autót viszont összesen 44 emberrel támogatja a ProDrive, tehát túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a privát csapat ide vagy oda, itt tulajdonképpen gyári háttérről beszélhetünk. Harmadszor próbálja meg elektromos autóval megnyerni a Dakart az Audi, amely erre az évre tökéletesítette az e-tront. A legnagyobb problémát eddig a futómű okozta, úgyhogy idénre megnövelték a rugóutat és puhábbra hangolták a gátlókat. Ettől azt remélik, hogy kevesebbszer hibásodik meg a futómű, illetve nem okoz annyi defektet a magát már megadó lengés csillapító, mint tavaly. Fontos változtatás, hogy sikerült valamennyi súlyt nyerniük 2023-hoz képest, illetve 15 kWh-val erősebb is lehet majd az Audi az egy évvel ezelőtti önmagához képest. A tempó akkor is megvolt, de eddig a megbízhatósággal akadtak problémák. A pilótákon viszont aligha fog múlni, hiszen továbbra is a Dakar történetének legeredményesebb versenyzője, a 14-szeres győztes Stefan Peter Hansel, a 3-szoros győztes Carlos Sainz, valamint Matthias Ekström vezeti majd az autókat. Itt lesz még a Ford, amely ezt a Dakart tesztfutamnak szánja a 2025-ös előtt, de megszerezte a verseny korábbi győztesét Nani Romát az egyik Rangerbe. A mini alakulata most nem tűnik győzelemre esélyesnek, de lesznek még népszerű privát próbálkozások, mint például a Century új CR7-es autója, vagy éppen az új MD Optimus. Összességében viszont nem meglepő, hogy Toyotából indul a legtöbb az autósok között, a mezőny nagyjából negyede Hilux lesz majd. A nagyászok a többi kategóriában is itt lesznek, a kamionosoknál ezúttal sem kell számolni a kamazokkal, de Funkesteren, Macik, Loprice vagy éppen a két Van der Brink említhető esélyesként. A motorosoknál is ott lesz az, aki számít, Benavides, Price, Sunderland, Sanders, Quintanilla, Brabec vagy éppen House és Rajthoz áll. Végezetül szóljunk a magyar indulókról, klasszikus autóval egy csapat sem indul, a Varga Racing Team a futammal szinte egy időben a klasszikus Dakar útvonalon futó Afrika Eco Racing képviseli a magyar autósportot. Lónyai Pál ott lesz az X-Raid Yamaha által támogatott csapatban egy T3-as Yamahával, a motorosok között említhetjük a romániai Gyenes Emanuelt, a kamionosoknál a Qualisport Racing indul ECTE magyar alakulatként, valamint a Team SSP két MAN-jének lesz még magyar érintettsége, Szolai Norbert, Darázsi Zsolt és Lénert Tibor révén. Rajt tehát január 5-én, pénteken a prológa, majd szombattól indul az igazi sivatagi szágódás, amelynek minden fontos híréről, eseményéről, érdekességéről beszámolunk a Formula.hu.